Az kapcsolatosan három dolgot kell megemlítenünk. Az epe ürülése, az epe termelése és az epe körforgása. Tehát tulajdonképpen a szabályos epe működésnél ezt a három együttes és jól működését, ennek a három folyamatnak a jó működését, összhangban lévő működését értjük. Mi az epe termelés, ugye a máj termeli az epét. A máj termeli az epét, belejuttatja, körülbelül a napi 3 g-ot termel sűrű epe savakból, amelyek bejutnak az epe hólyagba, és hát körülbelül ez az epe, ez olyan másfél liternyi epe naponta, ami 90%-ból vízből áll. Na most itt sűrűsödik, elveszti ezt a 90%-át majdnem, és arra vár, hogy ürüljön, amikor megjön a megfelelő szignál, értesítés, hogy hoppá, itt táplálék került a vékonybélbe. Hogyan történik ez? Ürül a gyomor, bekerül a vékonybélbe a előkészített táplálék, ez kiváltja a vérkonybél, a patkóbél nyálkahártyáján kivált egy reakciót, ami stimulálja egy enzimet, ez pedig a kolecisztokinin. Mi a szerepe ennek a kolecisztokininnek? Aktivizálja az epe hólyag összehúzódását, kiüríti az epét, és egyben az úgynevezett záró, nyitó izom, körös izom, gyűrűs izom, az odiszfinkter elernyedését. Tehát az az odiszfinkter, ugye az epe a hasnyálmirigy vezetékével együtt, keresztül megy az epe vezeték a hasnyálmirigyen, és együtt a hasnyálmirigy vezetékével az odiszfinkteren keresztül nyílik közvetlenül a patkóbélbe. Ez a fatár papillé rendszer, így is hívjuk. Így van. Szerinted? Na most, ami érdekes, még, hogy, ez a, hogy mennyire összefügg minden, a kolecisztokinin itt nem fejezte be a munkáját, hanem már a bekerült epe tovább stimulálja ennek a termelését, tehát ez egy ilyen aktív folyamat, és miért, innen értjük, hogy miért fontos, hogy kellő mennyiségű epe legyen, mert akkor, ha nincs kellő mennyiségű epe, az az inger, amit a táplálék okoz, kevés a kellő kolecisztokinin termeléséhez. Ezért mondjuk, hogy 3 lágy tojás, 1 kis bacon alá, és így tovább. Így van, hogy stimulál a lágy tojás, hát a legjobb epehólyag működés stimuláló. Vagy jó parasztrántotta. Az is.